Hello! A Cseri Parkerdő már másodjára adott otthont az Alfa Fesztiválnak. A rendezők, a fellépők és persze a látogatók egyaránt szívükbe zárták a helyszínt. Csütörtökön kora délután megérkeztek, az első fesztivállakók és birtokba vették a számukra kialakított kempinget. A koncertek sem várattak sokat magukra, bemelegítésként fellépett a várpalotai végállomás és a Fantomas Band is, a nagy színpadon pedig az Üzletembers indította a sót. Így a várpalotai parkerdő könnyedén nyüzsgő fesztivál helyszínné változott. Az idén 40 éves Edda koncertjére sokan voltak kíváncsiak, többen kifejezetten a legendás együttes miatt látogattak el a Jamborira. Pataki Attiláék igazi slágerműsort hoztak a közönségnek, elhangzott a Hűtlen, a Kör és persze az Elhagyom a várost is. A régi dolgok sorra elvonultak, percről-percről, terveim megyeként, áttörölni rajtuk nem tudok. De szárnyaim a meccsodlák, és nem mondhatok neked más, a remény csak a fennad, ha egyetem nincs ideg ágya van. Ha egyetem nincs ideg ágya van, ezt követően egy kis testmozgásra invitálta az egyre lelkesebb fesztiválozókat az Intim Torna Illegál. A 2010-ben alakult banda nem okozott csalódást azoknak, akik egy kis laza, alternatív punk rock ugrálásra és pörgős dallamokra vágytak. A hangolástól a záró akkordokig tombolt a közönség. Az Intim Torna Illegál koncerttel szinte egy időben lépett a sátorban a színpadra a lassan 5. évébe lépő Ivan and the Parasol. A pesti srácokból álló zenekar nem hazudtolta meg magát, a tőlük megszokott lendülettel és hévvel adták át magukat a bulizó közönségnek. Köszönjük, hogy minket választottatok! Thank you.
visszatérő vendégek vagytok itt az Alfa Fesztiválon. Milyen a palotai közönség, milyen volt most a buli? Nagyon jó volt. Amikor először bejöttünk a fesztiválra, és így benéztünk a sátorba, akkor egy picit megijedtünk, mert még egy kicsit ugye a figyelem úgy kevésbé volt aktív. De aztán amikor láttuk, hogy tényleg a nagy színpadnál is, az Eddán, meg utána az Intim Tornán is rengetegen összegyűltek, és a mi bulinkon is azt éreztük, hogy mindenki végig ott volt a koncerten, és abszolút érezték azt, amit csinálunk, és még ismerték is ráadásul. Szóval ez egy nagyon hálás buli volt. Most Zsinórban nyomtunk le 3 koncertet egymás után, és az a szerencse, hogy ahogy mentünk így napról napra az ország különböző részeire, egyre jobb bulikba butlottunk bele. Az idei szezont mennyire befolyásolta, illetve határozta meg a Petőfi Rádió Nagy Színpad Tehetség Mutató című műsora. Mennyit profitáltatok ebből? A nagyszínpados tehetségkutató, tehetségmutató verseny egy nagyon jó kezdeményezés, ami nagyon jól összefogja az egész magyar zenei életet, és én úgy érzem, hogy egy olyan közönséghez jutottunk most el azáltal, hogy az MTV és a Petőfi Rádió is kiemelten foglalkozott ezekkel az előadókkal, akikhez amúgy nem biztos, hogy eljutnánk. Tehát én érzem a koncerteken, hogy és ez tényleg így van, hogy nagyon sokan lejönnek és elmondják, hogy igen, láttunk titeket a tévébe, és hát nagyon jó volt, és úristen, most is Egerbe, a Szegedi Ifjúsági Napokon, itt is Várpalotán voltak olyanok, akik mondták, hogy na, a nagy színpad, mit tudom én, ilyen volt, olyan volt, véleményeket mondanak róla. Szóval, hogy teljesen igaz az, hogy ezek közül a sajtóorgánumok közül azért a tévé még mindig hatalmas erővel bír, és az, hogy mi szerepelhettünk az MTV2-nek az adásaiban, az, hogy a Petőfi Rádió is több interjúba elmondatta velünk, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, és honnan jöttünk, és mit csinálunk, az érezhető volt ezeken a koncerteken. A stílusodokban keveredik a kortárs trend a 60-as, 70-es évek zenéjével. Ilyen fiatal srácok, mint ti, hogy egy majdnem csak, hogy retrónak, illetve retrónak mondható zenei irányzathoz nyúltok vissza? Nem retrónak mondható. A komoly zene az retro? Akkor a rock and roll miért az? Jó, igazad. Figyelj, szerintem nagyon sokan, és ez nem a abszolút félre ne érts, nem a te hibád, hogy így gondolod, nagyon sokan úgy érzik, hogy azért, mert valaminek mondjuk nem olyan hatalmas nagy a múltja, azért, hogyha visszanyúlsz hozzá, azt már ezzel a retro szóval illetik. Én a retro szót meg szoktam tartani azokra a kis bizsú cuccocskákra, amiket az ilyen ajándékboltokba tudsz kapni, és akkor Budapestről ilyen plakát, és akkor ilyen olyan stílusban megcsinálva, hogy az retro. Na most a mi zenénk azért nem tud retro lenni, mert ez egy fiatal stílus. Az az 50-es években született meg gyakorlatilag több stílus keveredésével a rock and roll. Úgyhogy mi csak azt folytatjuk, amit az elődjeink elkezdtek. Amikor mi lementünk így öten próbálni a próbaterembe, akkor amikor hozzányúltunk a hangszerekhez és elkezdtünk játszani, akkor egyszerűen ez jött ki belőlünk. Nem tudtuk úgy formálni az egészet, hogy valami ilyen előre kitalált hullámot meglovagolva menjünk valahova el. Sosem akartunk, nem tudom, másokra hasonlítani. Szerintem az Ivan and the Parazol mindig Ivan and the Parazol lesz, csak lehet, hogy majd 10 év múlva fogják ezt itt tényleg kimondani. Nem elvárt a közönségtől, hogy ne keresenek rögtön mondjuk kapaszkodókat. Tehát én is, hogyha egy zenekart megnézek, akkor azt mondom, hogy na, ez tök Led Zeppelines volt, vagy ez tök Deep Purple-ös, vagy tök Stones, vagy... Tehát, hogy érted? Keresed a kapaszkodókat, hogy egyszerűen tudjál véleményt formálni a zenekarról. És erre amúgy van egy nagyon érdekes mondás is, hogy nincsen alkotás imitáció nélkül. Tehát mindenki, aki elkezd valamilyen művészeti tevékenységet, először egy megtanult sémában kezd el mozogni, és aztán azt terjeszti ki. Tehát ahogy Picasso először hasonlította műveiben mondjuk a mesterére, Cézanne-ra, utána viszont egy olyan stílust fejlesztett ki, ami viszont csak rá jellemző. És ezt mondtam, a zenében is ugyanígy van. Tehát ahogy a Rolling Stones első lemeze csak Muddy Waters és nem tudom, Willie Dixon meg Howlin' Wolf számokból állt, úgy utána most itt van egy Satisfaction, meg egy Start Me Up, szóval szerintem ez egy életpálya. Dalszövegeiteket nagy részt angolul írjátok. Ez tudatos, nemzetközi kitörés reményében, vagy úgymond teljesen spontán? Szerintem főleg a mai helyzetben nagyon nehéz azt megfogalmazni, hogy mondjuk egy magyar zenekarnak miért jó, ha angolul, vagy magyarul énekel, vagy miért nem jó, vagy miért nem csinálja azt.
mi ugyanúgy, hogy a zenénket is leültünk, és én így kezdtem el angolul dalszövegeket írni. És hát látjuk azt a világban is, hogy úgy tűnik, hogy az angol nyelv az a rock'n'rollnak a nemzetközi nyelve. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy a magyar nagyon jól passzol ehhez az egész stílushoz, és nagyon jól alkalmazható ezekben a zenékben. És azokon a zenekarokon, akiken mi is felnőttünk, tehát hogy egy Illés, LGT, Scorpio, Taurus, Fonográf, stb. Ezeknél a zenekaroknál is érezzük, hogy magyarul is ki tudták azt fejezni, amit mások angolul. Viszont sajnos magyarul egyelőre csak Magyarországon beszélnek. Nagyon jó lenne ebből a nyelv világnyelvet csinálni, mert nagyon sok nyelvnél talán érdekesebb, vagy kifejezőbb. Szóval mi ugyanúgy nagyon büszkék vagyunk a saját nyelvünkre, és sohasem próbáljuk azt letagadni, vagy bemagyarázni, hogy igen, mi egy angol zenekar vagyunk, mert sose leszünk azok. Mi egy magyar zenekar vagyunk, aki a magyar rockzenéjét szeretné úgy kifejezni a külföldi közönségnek is, hogy ezt megértsék. És ezt kell az angol nyelv. Mire számíthatunk tőletek még az idén, ősszel, télen? Gyakorlatilag elkezdünk ezen a nagyszínpados dolgon tovább lépve egy ilyen nagyszínpados turnét csinálni vidéken. Én remélem, hogy több állomáson ezekkel a döntős, illetve résztvevő zenekarokkal együtt tudunk játszani, ami nagyon jónak ígérkezik nekünk is, meg a többi zenekarnak is. És hát emellett természetesen, ahogy az megvan írva a nagykönyvvel, dolgozunk következő dalokon és új számokon, és aztán meg februárban meg már 5 évesek leszünk, akármilyen furcsa. Az Alfáról nem hiányozhatott a már visszatérő fellépőnek számító Magashegyi Underground sem. Sóra fel, ófehér bóvitákon.
Palotai Fesztivál egyik ismertetőjegye, hogy a színvonalas programok mellett napközben is válogatni lehet az elfoglaltságok közül. A Várpalotai Családsegítő Szolgálat és a Veszprémi Drogambulancia sátrában sok fontos információt megtudhattak az érdeklődők a függőségekről, az alkohol és drog problémákról. Emellett természetesen a finomabbnál finomabb falatokban sem volt hiány. Az orrás száma itt könnyű megszeretni, az elmúlt évtizedek legnagyobb zenéjét öltöztetik új, rokkos köntösbe. A banda pénteken 20 órától adott koncertet. A nagy színpadnál a kis csillag pörgette fel a népes rajongótábort. A fiúk az új album dalai mellett számos korábbi közönség kedvencet is megszólaltattak. Visszatérő vendégek vagytok itt Várpalotán. Milyen az itteni közönség, milyen volt a mai buli? Ahhoz képest, hogy azt éreztem, hogy igazából egy picit ilyen, hát ilyen sokféle közönség volt, és nyilván ez annak köszönhető, hogy úgy volt összeállítva a mai program, hogy gyakorlatilag a heavy metal, a kemény rock és a hip-hoptól kezdve ugye az alter rockig minden volt. Ahhoz képest szerintem így jó volt, de én nagyjából ma azzal voltam elfoglalva, hogy tudom megzavolázni az erősítőmet. Valami baja volt, és ráléptem néha így a pedálokra, akkor ilyen túl hangos lett a gitárom, és az meglehetősen zavar. De ettől függetlenül jól éreztem magam. Most így idén végén vagyunk, és ilyenkor már ezek az apró ilyen technikai hibák már annyira nem zavarnak, mert így nagyjából megszoktuk már, hogy mivel általában így viszont kevés időnk van a hangbálásra, tudod, egyik zenekar lejön, a másik fölmegy, és itt most is így picit ilyen lóverseny jellegű volt a kezdés, tehát még korán sem voltunk készen, és úgy kezdtük el a koncertet, ahhoz képest ilyen, hát így jó volt, így kinéztem a Lecsóra, vigyorok, kinéztem a Rezsőre, vigyorok, nem mondom, akkor jó lesz, és így jól éreztem magam, köszönöm szépen. Említetted ugye, hogy a szezon végén, illetve az idény végén járunk. Milyen volt az idei év évelején egy új lemezzel? Mi jöttetek elő? Ez mennyire befolyásolta, illetve mennyire ennek a hangulatába telt az idei szezon? Viszont sok számot játszunk az új lemezről, nagyon szeretjük. És az elején nagyon érdekes volt, mert így a nyári fesztivál idény elején nem tudtuk annyira jól beilleszteni a műsorba. Azért ez egy picit más ez az album, mint az eddigi lemezek. Akusztikusabb, vokálosabb, picit ilyen ravaszabb zenei megoldások vannak benne. És így egy kicsit egy külön élt az a 5-6-7 dal, amit játszunk a lemezről, az egy ilyen külön életet él a műsoron belül is. De mostanra az utolsó másfél hónapban és elkezdett így valahogy működni. És így jobban bele is kerültek a koncert szövetébe ezek a dalok. De ezért erre kellett próbálni külön. Szóval nem volt olyan nagyon egyszerű. Miközben tavasszal, amikor a lemezben mutató koncerteket csináltuk, ott még nagyon működtek. Szóval nagyon szerintem ez egy olyan lemez, amelyik viszonylag hosszabb lefutású lesz. Tehát nincsenek rajta igazán nagyon nagy slágerek, de az egész lemez meg ilyen elég egységes, így beszél valamiről, és én szerintem nagyon kevés olyan zenekar van ma már, amelyik tényleg akar valamiről beszélni, és mi szeretnénk ezt a szándékunkat így tovább vinni. Szóval én azt gondolom, hogy az a popzene, ami engem érdekel, az valami ilyesmi, és szerintem jó úton járunk, majd meglátjuk, hogy mit szól ez a közönség, de egyelőre úgy tűnik, hogy jön velünk. Induláskor 40 körüliek garázs rock zenekarának apostrofáltátok saját magatokat. Közel 10 év után, több lemez és díj után. Most mi a helyzet? Hogy érzitek ezt? Ha most már lassan azt kell írnunk, hogy 50 felé közeledő, mit tudom én, milyen garázs rock már nem vagyunk. Tehát, hogy igazából ez a lemez, ez azért egy váltás, mert
mert a kis csillag még annak idején úgy született, hogy a mellette létezett a kis pál. És valamilyen módon nyilván volt egy szűk terület, ami azt gondoltuk, hogy a mi játszóterünk, és a többit meghagyjuk a kis pálnak. A kis pál azóta megszűnt, bár ugye néha-néha még feltámad, minden évente egy pár koncert erejéig, most a következő két évben is lesz néhány kis pál koncert, és ez nagyon jól is esik. Ugyanakkor az új dalok, amik születnek, azok például ezen lemezen van néhány olyan dal, amelyik simán elfért volna egy kis pál lemezen. De mivel nincs egy kis pál, így most nagyjából minden így ide kerül, amiket írok. Tehát nem az van, hogy hú, hát akkor most ez inkább olyan kis pálos dal, akkor ezt rakjuk oda, abba csomagba, és akkor most írjunk egy másikat helyette, nem, így megpróbálunk mindent belerakni a kis csillagba, és pont emiatt egy picit az a fajta líraiság, vagy az a fajta artisztikum, ami talán a kis pára jellemzőbb volt, az most átkerült ide. Hogy ez merre megy tovább, mi nem tudjuk, de hát egyelőre azt gondolom, hogy ez egy izgalmas út, meg egy picit el is fáradtunk ebbe a garázs rokkolásba, tehát miközben most újra divat, hát közben mi azt mondtuk, hogy nézzünk valami más felé. Idénre mik a tervek még ősszel, télen, mit várhatnak a rajongók? Hát ami igazán izgalmas, azon kívül persze, hogy lesznek klubkoncertek is, csinálunk valami november 7-én, nem valamikor, november 7-én a Műpában egy MR2 szimfonikusokkal közös koncertet, ami hát ha olyan lesz a végeredmény, mint az a néhány vázlat, amit már elkészítettünk, akkor nagyon izgalmas dolog lesz. Aztán hogy nyilván ez azért nem egy ilyen utaztatható produkció, ez egyszer meg elhangzik, és sajnos valószínűleg többször nem. De egy csomó mindent fogunk belőle tanulni, az már most látszik. Illetve hát van az Idáig tudom a történet című estünk, amelyik valamiféle ilyen szerelmi áramszög története, és köré fűzzük a dalokat. Ez is egy olyan út, amit két éve kezdtünk el, és egyelőre úgy tűnik, hogy nagyon szereti a közönség, és ilyen egész elképesztő reakciókat szül, úgyhogy hát ebből is lesz még jó néhány est. Ezek inkább ilyen, hát ilyen decens közegben zajlanak, tehát ilyen koncerttermekben, művelődési házakban. Tehát ez egy ilyen picit ilyen üldögélős koncert. Most direkt nem használom a csendesülős kifejezést, amit még annak idején a Kispál zenekar honosított meg Magyarországon, és ma már használja a Fűfa Virág, de az a közeg, tehát hogy ez ilyen figyelős, valamiféle, hát ilyen irodalmi jellegű szövegek hangzanak el, de ezt most nem mesélem el, mert nagyon hosszú, és úgy is kivágjátok. Jóval túl vagyunk az év felén, ugye az idényen, és hát konkrét tervek is vannak az év hátra levő részére. Hogy érzitek, 2014 mennyire jött össze? Én szeretem ezt az évet egyelőre. Klassz, tetszik. Hol van a boldogság, mi van a boldogsággal? Hol van a boldogság, mi van a boldogsággal? A szervezők remélik, hogy a háromnapos dzsemborival sikerült méltó módon búcsúztatni a nyarat, és hogy a színes műsorban mindenki megtalálta a maga zenéjét, miközben pedig a legkülönbözőbb emberek is együtt élvezhették a fesztivál hangulatot. Alfa, ahol a fesztivál kezdődik.